kávé különleges szerepet tölt be a gasztronómiában, és úgyis közeledik a karácsony, ezért arra gondoltam, hogy beszélgessünk kicsit a kávé és a sütemények kapcsolatáról. Hogy milyen kapcsolat van köztük? Amikor az ember elmegy étteremben, van egy olyan hagyomány, hogy végig kóstoljuk a menüt, és aztán a desszert után pedig jöhet a kávé. A moderne felfogásban már nagyon jó harmonizációkat lehet találni. Nagyon gyakran például süteményeket lehet különböző teljes alapú receptekkel variálgatni, és megnézni, hogy hogyan passzolnak legjobban ezek az ízek, de én nagyon sokat kísérletezem azzal, hogy magát az espresszó kávét azt hogyan lehet összepárosítani már süteménnyel, vagy akár csokoládékkal is. Melyek azok az aranyszabályok, amiket különböző ízvilágok összehangolása esetén be kell tartani? Tekintettel arra, hogy számtalan süteménnyel találkozhatunk, hogy ez elég nehéz műfaj. Figyelni kell például a sütemény hőmérsékletére, ugyanis a szájban ezek a dolgok nagyon könnyen össze tudnak mosódni, és adott esetben az egyik pont a hőmérséklet miatt túluralja a másikat. Tehát erre a fajta balanszra figyelni kell. Ez ugyanúgy igaz az ízekre is, tehát például, hogyha a keserűt szeretnénk kombinálni egy édessel, akkor ugye egyik sem dominálhatja túl a másikat, ugyanez igaz a savasságra, ami például a zsírosabb, kicsit ilyen teljesebb süteményekkel nagyon jól lehet kompenzálni. A cukrászok például nagyon gyakran alkalmaznak apró fűszereket, vaníliamagot, pici gyümölcsöket, bármilyen olyan pici fűszert, ami igazából feldobja a sütemény ízét, és arra kell törekedni, hogy ez megjelenjen, hogyha kávéval együtt fogyasztjuk is. Ilyenkor célszerű megfigyelni azt, hogy a kávénak milyen a sajátos ízvilága, és hogy a kettő jól működjön együtt. Vannak olyan íz- és aromavilágú kávék, amik kifejezetten alkalmasak arra, hogy mondjuk süteményekkel együtt házasítsuk őket. Teljes mértékben, hiszen én magam is rengeteget kísérletezek ezzel, megfigyeltem azt, hogy a nagyon intenzív, nagyon pörkölt, nagyon fűszeres kávékhoz kell egyfajta édesség. Nem azért, hogy édessé tegye azt az ízharmóniát, hanem csak, hogy nagyon szépen kiegyensúlyozza. De én azt szoktam általában tanácsolni, hogy érdemes egy közepes pörkölésű kávéval kezdeni, és akkor utána lehet a végletek felé elmozdulni. Nagyon gyakorú például, hogy gyümölcsösebb, ribizlis, szedres süteményekhez jól passzolnak a világosabb pörkölésű kávék, hiszen itt ezt a fajta ízélményt fogja felerősíteni, és ez ugyanúgy csokoládékra is igaz. És azt mi határozza meg, hogy mit fogyasztunk az adott süteményhez, hogy esetleg teljesebb kávét, vagy csak simán presszót? Tekintettel arra, hogy maga az espresszó egy nagyon intenzív ízbomba, ha lehet így fogalmazni, a teljes recepteket én mindig valamilyen piskóta alapú süteményekhez javasolnám, és megtartanám az espresszót a sokkal töményebb, kisebb adagú süteményekhez, és ilyen esetekben szerintem sokkal jobban ki is fognak jönni mind a kávénak, mind a süteménynek az ízbeli jellegzetességei. És mi a helyzet az ízesített kávékkal? Ebben az esetben mondjuk hasonló a hasonlóhoz vonzódik, tehát hogyha mondjuk van egy vaníliás kávénk, ahhoz válaszunk vaníliás ízvilágú sütemény, vagy éppen ellenkezőleg kísérletezzünk, és a végén majd születik valami igazán extravagáns, igazán új megoldás. Az ízesített kávé teljesen különálló műfaj, hiszen nagyon sok a kedvence és számtalan ízvariáció született már. Tudni kell azonban, hogy a kávé ilyen esetben kap egy plusz aromát, méghozzá pörkölés és őrlés után. Tehát itt tulajdonképpen, amikor lefőzzük, megkapjuk ezt az ízkomplexitást, de itt sosem a kávé sajátos aromájáról beszélünk, tehát ez egy valamilyen plusz hozzáadott formában jelenik meg. Én ebből kifolyólag ezt inkább ami neutrálisabb, semlegesebb süteménnyel tudnám elképzelni. Amit érdekes megfigyelni, hogy itt az ízesített kávékban is vannak különböző trendek és tendenciák. Már nem csak önmagában egy fahéj vagy egy vanília ízesítés jelenik meg, hanem komplexebb ízek, akár gyümölcsökkel, plusz fűszerekkel, sőt, mint több, akár süteményeknek az ízét is belecsempészik. Rovatunkat támogatta a Nespresso.